egyetemre jártam, mindig nagyon nagy élmény volt az ő előadásait hallgatni, és remélem, hogy nektek is ugyanilyen nagy élmény lesz, amikor Erdős Páról és egy kedves problémájával fog mesélni. Szeretettel köszönöm, talán várkozom ezen. Köszönöm szépen. Tehát Erdős Pár 100 éve született, és hát most már 17 éve nincsen közöttünk, hogy egy egészen csodálatos ember volt. Az előadás azzal kezdődik, hogy a 80. születésnapja alkalmából az ELTE díszdoktorála avatta, és akkor tartott egy előadást a zsúfolási mentett Gulyavárban. Ez még a régi Gulyavár volt, egy kétszintes, kb. 500 ember fér bele, ez teljesen tele volt, és nem csak matematikusok voltak ott, és hát itt is beszélt a kedvenc problémáiról. Ennek a felvételnek az elejét fogjuk megnézni, és az egyik kedvenc probléma, amely ott hangzott el, arról fogunk utána részletesen beszélni, annak addig és további fejleményeiről. Ha beszéljek előtt azért egy pár szót Erdősről, hát ő tényleg a 20. század egyik legnagyobb matematikusa volt, abban teljesen egyedi, hogy több mint 1500 publikációja van, ez matematikában egészen elképzelhetetlen mennyiség. Euler volt az, akinek ennél többet alkotott, tehát utána rögtön ő következik. A másik, ami rendkívül speciális és egyedi, hogy rengeteg társ szerzővel. Tehát erre találták föl, ő találta ki az Erdős számot. Erdős száma egy, annak, akinek van közös dolgozata az Erdőssel, kettő annak, akinek ugyan nincs közös dolgozata az Erdőssel, de van közös dolgozata olyannal, akinek van közös dolgozata az Erdőssel, és így tovább, ilyen módon van. Einsteinnek kettő az Erdős száma, mert volt egy Strauss nevű fizikus eredetileg, aki az Einstein asszisztense volt, és később már nyelvjárt a matematikára, jobban tetszett neki, azonban is kombinatorika számelmélet, és rengeteg közös publikáció volt. Valaki kint mutatta, hogy a Gaussnak 4 az Erdős száma. Gaussnak egyébként nagyon kevés közös dolgozata volt, ő fantasztikusan nagy matematikus volt, de emberileg nem volt olyan kiváló, és nem is nagyon osztotta meg a gondolatait másokkal, de azért volt közös publikáció, és így lehetett. Népnél nagyobb Erdős számot nem nagyon nehéz ilyen értelemben találni, és rengeteg társszerző van. Tehát tipikus az volt, hát Erdős egy világutazó volt, tehát állandóan utazott, és amikor azt mondták, hogy valaki kérdezte, hogy Erdőssel akarsz beszélni, akkor mit csinálj? Azt mondták neki, hogy maradj a helyeden, Erdős előbb-utóbb oda fog érni. Egészen rendkívüli, emberileg is egészen rendkívüli volt, és az sem igaz, hogy ő csak a matematika érdekelte. Tehát ő nagyon tájékozott volt irodalomban, politikában, történelemben, zenében. Az igaz, hogy mondjuk egy fél óránál többet nem bír ki anélkül, hogy matematikáról ne legyen szó, tehát az volt az alapvető eleme, de tényleg minden másról is lehet beszélni. Számon tartotta mindenkinek a születésnapját, gyerekeit, amikor ez még nehéz dolog volt, akkor hozott ilyen apró ajándékokat, olyan jellegű dolgokat, amelyek Magyarországon nem voltak beszerezhetők, szóval tényleg fantasztikusan törődött mindenkivel. Talán egy történet, hogy tehát ő gyakran kölcsön adott fiatal pályakezdőknek a tanuláshoz, hogy mert nem volt pénzük, tehát mondjuk Amerikában ott komoly tandíj volt, doktori iskola várni, és akkor kölcsön adott. És akkor jelentkezett utána az illető, amikor már végzett, és már keresett pénzt, hogy akkor ő most visszafizetné a pénzt. És hát mondta neki az Erdős, hogy inkább csináld azt, amit én csináltam. Tehát keres egy pályakezdőt, add oda neki, és ilyen formában. Tehát tényleg volt díjat kapott, az egy jelentős összeg volt, azt hiszem 50 000 dollár 1986-ban, ezt pillanatok alatt szétosztotta mindenféle alapítványokat, mindenféle embereknek segített, tehát magának semmit nem tartott meg. Ugye világutazóként semmit nem, tehát az ilyen napi ügyeket nem ő kezelte, hanem egy Graham nevű, na szintén abszolút kiváló matematikus barátja és munkatársa, tehát a csekkeket, amelyeket azt mindig a Graham írta alá, mondta az Erdős, hogy ő egy csekket, ha ő aláírná, azt abban nem fogadná el, mert azt mondanák, hogy az hamis, mármint, hogy az Erdős névre szóló csekkeket, és úgyhogy ez történt. Ő ugye ilyen csekkek voltak, hogy ő pénzdíjakat ajánlott föl, tehát erről majd lesz szó
nem tudom, meddig jutunk el, igen, lesz szó benne mindenképpen a filmen, és komoly, volt 10 dolláros pénzdíj, volt komolyabb pénzdíj is, hát forintba is lehetett bármilyen, volt itt a fazekasban is olyan középiskolás, akik 1000 forintot kaptak egy problémáért, annak idején, a 80-as években. Volt komoly díj is, tehát van 3000 dollár, meg még több. A legtöbb, amit ki kellett fizetni, az 1000 dollár volt. Ha esetleg az előadás végén marad idő, és tovább megyünk a DVD-ben, akkor arról is lesz szó. Ezt Szemerédi Endre kapta egyébként, aki tavaly kapott Ábel-díjat, pillanat meg az egyik legnagyobb matematikus. És Erdős rengeteg mindent mesélt a pénzdíjakkal kapcsolatban, és egy dolog, ami nem szerette az előadásban, hogy ő fél, viccesen azt szoktam mondani, hogy fél attól, hogy ő illegális tevékenységet folytat, és ezért őt majd börtönbe csukják. Egyszerűen azért, mert mondjuk felajánlott egy 100 dolláros problémát, na most mire azt valaki esetleg megoldja, akkor annyi munkaórát és energiát kellene belefektetnie, hogy egyszerűen megnézni, hogy mennyi óra jutott, munkaóra jutott a 100 dollárra, akkor az messze a minimálbér alatt van. Tehát ő törvénytelenül fizet ilyen értelmet, természetesen ez is csak vicc volt. Úgyhogy ennyi bevezető után, akkor megnézzük a előadás elejét. Itt nem csak a matematikai része érdekes, a legelején még nem is lesz matematikáról, hanem az Erdős egész egyénisége látszik rajta. Egyébként az egész DVD, az fönn van a Matematikai Intézet honlapján, tehát a www.cselte.hu honlapon, matematika alatt, és ott az Erdős előadás, tehát bárki szabadon letöltheti ezeket. Úgyhogy akkor nézzük meg akkor az elejét az előadásnak. Hát aki méltatta Erdőst, az a TTK akkori, a EP különböző összeg. Köszönöm. Az ELTE akkori, TTK akkori dékánja volt, és remélem nem fog túlzottan zúgni. És hát nagyon aranyos volt, ugye Erdős már a himnusz alatt is megkérdezte bekapcsolt mikrofonnal, hogy most kiírta a zenét minden egyéb, tehát remélem, hogy ténylegesen emberi látszott egy kicsit az Erdős egyénisége is. Tehát nézzük ezt a kedvenc problémát, amit említett ottan, hogy csupa különböző összeg, röviden azért összefoglalom és kirészletezem, amit Erdős ott mondott. Ez a lépett? Igen. Tehát vannak pozitív egészek, kádar a pozitív egész, amelyek mind legfőjebb n, és képezzük akármán különbözőnek az összegét. Ugye azt mondta, hogy 0 vagy 1, ha 1 együtthatóval veszünk a számokat, és úgy adjuk össze, ez ugyanazt jelenti, hogy bármely részhalmaz veszünk belőlük, és azoknak képezzük az összegét. Tehát veszem azt, hogy A1, A2, ezek az egytagú összegek, A1 meg A2, meg az összesnek az összegét. Tehát mind ezeket nézzük, és úgy akarjuk a számokat megadni, hogy ezek mind különböző számokat adjanak meg. És az a kérdés, hogy maximálisan akkor hány számot lehet ilyen formában megadni. Tehát, igen. A kettő hatványok, ahogy Erdős mondta, tehát veszük az 1-2 egészen a legnagyobb kettő hatványig, ami még n alatt van, azok jó, mert ha ezekből bármilyen részösszeget képezünk, akkor egy számnak a kettes számrendszerbeli alakját kapjuk meg, és ez egyértelmű. Hát ezekből van, ő termén más alapú logaritmus használta, a legegyszerűbb, hogyha azt mondjuk, hogy ugye ez a legnagyobb, ami belefér, annak az a kettes alapú logaritmus n, és van még a nulladik hatvány. Tehát a kettő hatványok száma az ténylegesen 1 plusz a legnagyobb egész szám, ami kettes alapú logaritmus n-nél kisebb. Tehát ez volt a nyilvánvaló alsó becslés. És akkor, ha felső becslést akarunk, akkor a következőt mondta. Vesszük ezeket a részösszegeket, tehát minden lehetséges módon az A-ből képezünk néhánynak az összegét. Hát hány ilyet képezhetünk? Hát mivel minden számot vagy beleveszünk, vagy nem veszünk bele, tehát kettő a K-adikon választásunk van ilyen értelemben. Na most az üres összeget hagyjuk ki az egyszerűség kedvéért, akkor az kettő a K-adikon, jó, hagyjuk benne, a kettő a K-adikon darab ilyen összeg van. Mekkorák ezek az összegek?
Hát a legnagyobbakat adjuk össze, mondjuk n-1 és így tovább, akkor is az legfeljebb k-szor n, ugye, mert k darabot adunk össze. Hát sőt, k-szor n-nél kisebb, hiszen a különbözőket adunk össze. Tehát akkor ebből kapjuk azt a becslést, hogy ez a kettő a k-dikon darab össze, ezek mind különböző egész számokat alkotnak, valamennyien 0 és n-szer k mínusz 1 közé esnek, ott ugye n-szer k darab egész szám van itten, tehát el kell ott férniük. Vagyis akkor a kettő a k-dikon az legfeljebb k-szor n-nel. Tehát ez az, amit Erdős is fölírt. Remélem ez akkor világos, tehát ez egy egyszerű meggondolás. Még egyszer leszámoljuk, hogy akkor hány, tehát akik nem tagozatosok, bármi szeretném, remélem, hogy ez érthető. Még egyszer, veszük az összes részösszegeket, ezekből kettő a k-dikon darab van. Ezeknek mind különböző egészek, mind el kell férnie azon az n-szer k darab egész helyet. Ugye ha többen lenne a kettő a k-dikon, mint az, akkor a skatúj elszerintő biztos lenne kettő, ami ugyanoda esik. Tehát ezt nem engedjük meg, tehát biztos, hogy a kettő a k-dikon legfeljebb n-szer k. És akkor Erdős mondta, hogy ebből fog kijönni az a becslés némi számolás után, ezt most részletezni fogjuk, némi számolás után, hogy akkor a k-ra fogunk tudni egy felső becslést adni, ami nem sokkal több, mint a kettes alapú logaritmusán. Tehát nézzük akkor a... Veszünk, hát akkor menjünk először is a logaritmus, kettes alapú logaritmus veszünk, hogy kicsit kényelmesebb a számolás, de egyébként mindegynek rövidebbek a jelölések. Hát akkor szorzat logaritmus alapján azt kapom, hogy a k az legfeljebb kettes alapú logaritmus n plusz a kettes alapú logaritmus k. Most egy picit problematikus, hogy a jobb oldalon benne maradt a k, nekem nem szabadna, hogy ottan benne maradjon. Tehát a kettes alapú logaritmus k-ra is szeretnék egy felső becslést adni, valahogy az n segítségével. Ezt hogyan tudom megcsinálni, hogy a kettes alapú logaritmus k-ra? Hát valami olyasmi kéne, hogy akkor még egyszer logaritmálom az egészet, mert akkor bal oldalon lesz, hogy kettes alapú logaritmus k, és a jobb oldalon, hát persze most már azt kéne, hogy onnan a k eltűnjön. Tehát ennek megfelelően kicsit akkor durvábban én fölülről becsülöm, a kettes alapú logaritmus k helyett beírom, hogy az n függvényével legfeljebb menjen. A legdurvább becslés mi a k-ra? Hát legfeljebb hány számot lehet megadni ennél? Hát legfeljebb ennek. Tehát ez itt most egy pillanatilag nagyon durva becslésnek tűnik, hogy a kettes alapú logaritmus k az legfeljebb a kettes alapú logaritmus n, tehát azt rögtön megkaptuk, ha ezt beírjuk a fölötte levő sorba, hogy akkor a k az legfeljebb kétszer a kettes alapú logaritmus n. Már ez is nagyon jó, ugye, mert a logaritmus n van alulról, és kétszer logaritmus n van fölülről, de ez most már lehetőséget ad arra, ugye itt most kaptuk, hogy a k az legfeljebb kétszer logaritmus n, hogy most akkor a logaritmus k-ra is tudjunk majd egy felső becslést adni. Tehát most mit kell megint csinálni, szabad egyébként bármikor közbeszólni is. Tehát most akkor vesszük az egésznek megint a logaritmusát. Tehát ha most tovább logaritmáljuk ezt a másodikat, akkor azt kapjuk, hogy a kettes alapú logaritmus k az a kettes alapú logaritmus 2 plusz a kettes alapú logaritmusa a kettes alapú logaritmus n-nek. Kettes alapú logaritmus 2 az 1, tehát ennek megfelelően akkor a kettes alapú logaritmus k az legfeljebb 1 plusz kettes alapú logaritmus, kettes alapú logaritmus n. És ha ezt visszaírjuk a legelsőbe, tehát a 3-4 sorra följelentőbe, akkor ott van egy logaritmus n, és a logaritmus k helyett beírjuk ezt a becslést, vagyis akkor azt kaptuk, hogy a maximum a k-nak, annál többet biztos nem tudunk megcsinálni, az k, az logaritmus n plusz log n és plusz 1. Na most, hogy érzékeljük, ugye az alsó becslés volt a logaritmus n, ahhoz képest mekkora hiba jött be? Hát a hiba akkora volt, hogy lényegében a log n, azaz plusz 1, az úgyse számít. Na most a log n az elhanyagolható a log n-hez képest. Ugye a log n-nek veszük a logaritmusát. Tehát a log n mondjuk 2 a századikon, akkor a log n az csak 100. Tehát azt jelenti, hogy mondjuk 2 a századik, tehát nagyon kicsi a hiba, ami van, de hát azért olyan értelme nem olyan kicsi, hogy hát ez azért szép lassan fölpuszhat a végtelenbe.
Ugye, tehát még egyszer a főtag a logaritmusán, és annak a logaritmusa az, ami a hivatagként jelentkezik. És hát erre mondta az Erdős azt, hogy azért ajánlja az 500 dollárt, mert hiszen szeretné, hogy az a logdogenes tagonnan eltűnne, és az derül neki, hogy legfeljebb egy konstanssal több, mit tudom én, 3-mal, 5-tel, 100 millióval több, és egyébként a pénzdíjakat most is kifizetik, tehát a VM az kifizeti továbbra is a díjakat. Na most egyébként nagyon kevés erdős csekket váltottak be, mert a legtöbb ember, aki ezt megkapta, jó, egy 1000 dolláros összeg az beváltották, egy 10-20 dollárosakat, az általában nem, mert inkább kitették a szobájukba, megkeretezve, hogy egy erdős, igaz, hogy nem az erdős aláírásával volt, de azért mégis egy erdőstől származó csekk, ugye az sokkal többet ér, mint az a 10-20 dollár, amit ott be lehet szerezni. No, akkor ugye Erdős mondta, hogy ezek javíthatók, ezek az eredmények. Hát az alulról az az érdekes, hogy egyel sikerült megjavítani. Ez egy ilyen misztikus, rejtélyes dolog, hogy egy elég nagy emre, tehát nem rögtön az elején, sikerült egyel többet, egyel sűrűbbet megadni, mint a kettő hatványok, és ez a rekord. Most azt megjegyzem, hogyha egy esetben sikerül megadni egyel jobban, tehát akár egyetlen egy emre, akkor azt már könnyű belátni, hogy onnan végig meg tudjuk csinálni, akkor mindig tudunk egyel többet megcsinálni. Mert egyszerűen akkor azt kell csinálni, hogy tehát mondjuk a kettő a századikonra van egy jobb konstrukciónk, akkor amikor kettő a 200-onra vagy akármire megyünk, akkor ezt a jobb konstrukciót beszorozzuk. Tehát mondjuk kettő az n-re megyünk, ezt a jobb konstrukciót beszorozzuk kettő az n-100-onnal, akkor ott van egy sűrű, és alatta pedig kipótoljuk a kettő hatványokra. Tehát tulajdonképpen bárki számítógéppel talál akármilyen formában egyen jobban. Tehát ott egy, mit tűnt el? Kérlek szépen majd segítséget, mert én nem látom semmit a vásznon. Itt látszik. Tehát még egyszer mondom, hogy a fantasztikus technikai felszerelése, legmodernebb. Jó, tehát még egyszer, bárki számítógéppel talál egy egyen jobbat, akkor akárhol, akkor az azt jelenti, hogy megjavította onnantól kezdve minden nagy ember is ezt az egész kérdést. Igen. De most várunk 25 másodpercet. De azért nehéz, nem nagyon nehéz ilyet számítógéppel, mert hát ezek olyan hatalmas számok, hogy azon belül, az a példa, amit találtak, az 240-en körül kezdett élni, tehát az a egyen jobb, mint a 260-ok, tehát addig ez teljesen reménytelennek, és nem számítógéppel találták, hanem egy ilyen rekurzív sorozatot képeztek, ami rejtélyes módon egy idő múlva egy icipicit túlbillent a 260-ok határa. Jó. A felső becslésben, hogy Erdős mondta, a hivatagot meg lehetett felezni. Tehát azt lehetett csinálni, hogy a logdogenes hivatagot ellehozni a kettővel. Erről nem akarok részletesen beszélni, de az alapgondolata a következő, egy valószínűség, tehát ezt akik haladunk matematikából azért röviden megpróbálom jelezni csak, tehát nem a részleteket. Tehát az egészet úgy fogjuk föl, mint ezeket az összegeket, mint valószínűségi változók. Tehát az ák vannak valahogy, és akkor ezek az összegek egy ilyen valószínűségi változóként képzeljük el. El lehet mondani anélkül is, csak az mutatja a lényeget. És akkor, hát ezek hol szoktak? Tehát olyan valószínűségi változó, mert minden ilyen részösszeget egyforma valószínűséggel, egy per kettő a K-dikon valószínűséggel vesz föl. Na most ezek hol szoktak tömörülni? Hogy milyen értéket szoktak legszívesebben fölvenni, az átlagértéküket. Tehát ki lehet akkor számolni, hogy ennek mennyi a várható értéke, vagy átlagértéke. És van egy nagyon egyszerű Csebisev egyenlőtlenség, ami azt fejezi ki, hogy a valószínűleg változó értéke nagy valószínűséggel nincs túl messze a várható értéktől, ahol nincs túl messze, az az úgynevezett szórással van mérve. És ha az ember fölírja ezt a Csebisev egyenlőtlenséget, akkor kiderül, hogy azok az összegek nem egyenletesen oszlanak el a nulla
enzerkáintervallumban, hanem a megfelelő helyen, ez az áttól függ, ugye az átlag érték, az könnyen látszik, hogy az át összegének a fele. Ugye, mert veszek egy halmazt, egy részt, és veszem a kiegészítőjét, a többit, akkor azoknak az összeg az összes át. Tehát az az átlag érték, kiszámolom a szórát, ez nem nehéz, megbecsüljük a szórát, és alkalmasan alkalmazom a semmisebb egyenlőtlenséget, akkor jön ki ez a kettes. Tehát tagozatosak nyugodtan megpróbálhatják ezt önállóan is megoldani. És ennél jobb azóta sincs, ez ugye most már majdnem 60 éve történt. Na most, és hát fölírtam mégis, hogy Erdős ugye $500 ajánl azért, tehát ezek érzékeltette is, hogy azért ez megdolgozik a pénzére, aki ezt megmutatja, hiszen egyelőre semmilyen haladás nincsen. Na most egy másik probléma, és erről szeretnék részletesebben beszélni, ami szintén ehhez kapcsolódik, tehát továbbra is azt tartjuk meg, hogy olyan számokat nézünk, amelyeknél ezek a részösszegek, ezek mind különbözők. Tehát azokat veszünk, és akkor azt kérdezzük, hogy mennyi lehet az ilyen számok reciprok összege. Tehát most nincs korlát, hogy meddig tartanak, akármilyen véges sok számot veszünk, és akkor nézzük ezeknek mennyi a reciprok összege. Ugye, ha kettő hatványokat vesszük, akkor mekkora lehet a reciprok összeg? Ugye az 1 meg 1 2 meg 1 negyed, ha ezt végtelenségig folytatjuk, akkor 2-t kapunk. Ha végesen, akkor akármennyire meg tudjuk közelíteni a 2-t. Tehát, ha azt gondoljuk, hogy akkor ez a akármilyen közel lehet a 2-höz, és hát Erdős azt sejtette, hogy sohasem érhet el a 2-t, csak ha végtelen összeget veszünk és a 2 hatványokat, és azt kéne belátni, hogy ebből a szempontból tényleg a 2 hatványok a legjobbak. Ugye az eredeti problémánál nem a 2 hatványok voltak a legjobbak, mert volt ez a rejtélyes konstrukció, amivel picit meg lehetett javítani, és nem tudjuk, hogy lehet-e tovább. Tehát az a kérdés, hogy ez így van-e, na most ezt megcsinálták, egy Rheinberg nevű matematikus nagyon hamar megcsinálta, a előadás végén fogom jelezni, ez egy nagyon szép bizonyítás, de hát valahogy az ember nem érzi, hogy ez igazából a lényeget hozná ki. Majd a végén azért érzékeltetem, hogy akkor ez hogyan történik. Erdős továbbra is kereste a bizonyítást, azt mondta, hogy ez a bizonyítás, ez a Rheinberg bizonyítás, ez nem a könyvből van. Na most az Erdős beszélt a könyv, nagy A-val, nagy K, amiben minden matematikai tétel és azok legszebb bizonyításai benne vannak. Azt mondta, hogy ez a könyvben hinni kell, tehát hogy Erdős a matematikai szépségért teljes mértékben oda volt, és ez egy hatalmas dicséret volt, hogyha valakinek a bizonyítására azt mondta, hogy hát ez a könyvből való. És a halála után ki is adták bizonyítások a könyvből, magyarul is megjelent. Tehát nagyon tudom ajánlani, nagyon szép bizonyítások vannak benne. Tényleg, olyan mondom, az első, az elején az Erdősről van egy kép, ott van egy stilizált könyv, ugye, de hát igazából ez természetesen csak a képzeletünkben létezik. Hoztam is egy angol példát, csak sajnos fönfelejtettem a szobába, de akit érdekel előadás után lehozom és meg lehet nézni, de mondom, majd a fordításban is megjelent, és nagyon szép dolgok van. Ott van egy könyv. Ja, lehozok, jó, a táskámban van. Jó, köszönöm szépen. Tessék? Iskolai könyvtárban is megvan. Tehát akkor mindenkinek tudom ajánlani. Igen. No, hát akkor, és hát Erdős azt mondta erre, hogy ez nem a könyvből van, de hát azért remélte, hogy ilyen lesz. És hát amit beszeretnék most mutatni, az két bizonyítás a könyvből, és mind a kettő teljesen elemi, tehát akár közületek is bárki ezt megcsinálhatta volna. És az egyiket a Frenkel Péter csinálta meg, amikor még középiskolás volt. Tehát az egyik bizonyítás az lesz egy másik bizonyítás, az két másik fiatalember csinálta meg. Frenkel Péter most az egyetemen az ELTE-n tanít, algebra tanszéken adjunktus, és további nagyon szép dolgokat csinált. Hogy először nézzük meg akkor most részletesen a Frenkel Péternek a bizonyítását. Tehát még egyszer, a feladat az, hogy vannak pozitív egész számok, és ezekből bármelyik
véges soknak veszem az összeget, véges soknak vannak, és bármelyik résznek veszem az összegét, bármelyik részhalmazból veszem az összeget, akkor azok csupa különböző számot kapunk, és azt állítjuk, hogy az ilyen számok reciprok összege az kettőnél kisebb kell lenni. Sőt, hát az is ki fog derülni a bizonyításból, hogy a kettő hatványok a legjobbak, tehát valamilyen értelemben adott darabszám esetén kettő hatványok adják a legnagyobb értéket. Na, vágjunk bele akkor ebbe a bizonyításba. Az alapgondolat az, hogy tehát volt K-ig voltak az A, AK, ezek a számok, de ha most nem az összes nagyság szerint vannak rendezve, tehát az A-től mennek AK-ig, vegyük csak az első I darabot, mondjuk vegyük az első három darabot, ha azokból képezzük az összegeket, mondjuk az első háromból ott van az A1, az A2, az A3, a kettős összegek meg a hármas összeg. Most ezeknek is mind különbözőknek kell lennie. Ez már 7 darab szám. Tehát ezek közül a legnagyobb összegnek, ami az A1, meg A2, meg A3, annak legalább 7-nek kell lennie. És ez van most itt általánosan fölírva még egyszer. Tudom, hogy minden összeg különböző, veszem most az első I darabot közül, csak akármilyen ilyen. Képezem ezekből a részösszegeket, abból van 2 az I, ezeken mínusz 1 darab. Mert az üres összeget kihagyom belőle, azért van 2 az ilyeniken, mínusz 1 darab. És akkor ezeknek mind különbözőknek kell lenni, tehát ezek legalább 1-től 2 az ilyeniken, mínusz 1-ig el kell jutniuk. Tehát a legnagyobbnak legalább 2 az ilyeniken, mínusz 1-nek kell lennie. Akármilyen így. Tehát ez az egyenlőtlenség van fölírva, ez a kulcsa az egész bizonyításnak, egyébként a másiknak is. Rendben van ez akkor? A továbbiakban csak ezt használjuk, tehát elfelejtjük az eredeti problémát, hogy minden részösszeg különböző, és azt fogjuk belátni, hogy ha ilyen számaink vannak, amelyek ezt tudják, akkor azoknak a reciprok összege az kettőnél kisebb kell, hogy legyen. Tehát a továbbiakban csak ezt a tulajdonságot tartjuk meg. No, akkor... hát most eseteket fogunk szétválasztani, mi van akkor, ha végig egyenlőség van. Tehát minden ír egyenlőség van. Hát abban nagyon könnyű dolgunk van, köszönöm szépen. Tehát itt van a könyv, úgyhogy bizonyítások a könyvből, nem az egész könyv, úgyhogy meg lehet utána nézni. Akkor azt látom, hogy a kettő hatványokról van szó. Miért? Ugye, mert hiszen akkor az A1 az legalább 2 az első mínusz 1, vagyis az pontos egyenlőséggel az 1. Hogyan tudom én az A-i-t kiszámolni, a végig egyenlőség van? Hát egyszerűen veszem az összeget az i-ig, és abból levonom az összeget az i-1-ig. Tehát akkor az 2 az i-ediken mínusz 1-ből levonom a 2 az i-1-ediken mínusz 1-et, vagyis 2 az i-ediken mínusz 2 az i-1-ediken, vagyis 2 az i-1-ediken. De bevon, hát egyenlőség van, de ez így most nem követhető, akkor ez bárki ki tudja számolni, hogyha végig egyenlőség van, akkor ezek a kettő hatványok. Na most azt fogjuk csinálni, hogyha valahol nincs egyenlőség, egyenlőtlenség van, akkor azt fogjuk csinálni, hogy módosítjuk a egy vagy két darabát, és közben ez a tulajdonság megmarad, és a reciprok összeg meg nő. És azt is belátjuk, hogy az eljárással előbb-utóbb elérünk oda, ahol mindenhol egyenlőség van. Tehát ez azt fogja jelenteni, hogy növeltük a dolgot, és eljutottunk a csupa egyenlőség is, hogy a kettő hatványokig, és kettő hatványokra meg a dolog rendben van. Rendben van? Tehát ezt fogjuk csinálni, ha valahol nincs egyenlőség, tehát valahol egyenlőtlenség van, akkor egy vagy kettőt megváltoztatunk, így, hogy közben a reciprok összeg az növel. Na, ezt próbáljuk akkor együtt megcsinálni. Tehát tegyük föl, hogy valahogy van egyenlőség, és egy helyen nincs egyenlőtlenség. Az lehet persze az első lépés, hogy ott nincsen egyenlőtlenség. Tehát mondjuk az első R-1 helyen, lehet mondom az R az 1 is, odáig egyenlőség van, és a következő lép, az az első hely, ahol nincs egyenlőség, az az R-1 lépés. Hát most vegyük először azt, hogy innentől kezdve végig nagyobb van. Tehát odáig volt egyenlőség, és onnantól kezdve végig nagyobb van, és akkor kérek szépen javaslatot, hogy akkor mit kellene csinálni, mert akkor azt állítom, hogy nagyon egyszerű a dolgok. Tehát úgy kéne módosítani egy alkalmas hát,
hogy minden érvényben maradjon továbbra is, és a reciprok összeg nőjön, ugye, hogy a reciprok összeg nőjön, ahhoz hát csökkenteni kell egy árt, melyik árt lehetne akkor csökkenteni. Kérdezem. Hát az AR-et lehet akkor ugye csökkenteni, mert az AR-et egyel csökkentem, akkor az egyenlőtlenség miatt ott, hát legfeljebb egyenlőség van, lehet, hogy marad az egyenlőtlenség, és mivel mindenhol végül nagyobb volt, tehát van még tartalékom, tehát ha az AR helyett egyen kisebbet írok, abban az esetben sehol nem romlott el az egyenlőtlenség, legfeljebb egyenlőségi alakult át. Még egyszer, ez abban az esetben, ha innentől kezdve végig a nagyobb van, abban az esetben nyugodtan megcsinál, akkor nyugodtan megcsináljuk, hogy az AR-et azt egyre csökkentem, és világos, hogy akkor a reciprok összeg az nő. Tehát ez az egyszerű eset, ha mindenhol nagyobb áll, abban az esetben az A vesző az legyen AR-1, és a többi változatlan, és ez jó, ugye, azt jelenti, hogy megmaradt az egyenlőtlen, a fenti feltételen nem változott, és a reciprok összeg az világos, hogy nő. Még azt meg kell egy picit gondolni, de ez egészen egyszerűen adódik, hogy ugye olyan probléma lehetne, hogy az AR-et egyet csökkentetem, akkor egybeesne az AR-1-jel. És azt nem szabad, mert különbözőknek kell lenni, de ez a veszély nem áll föl, ez egyszerűen adódik az egyenlőtlenségre. Na most én a bonyolultabb eset. A bonyolultabb eset az, hogy egy darabig egyenlőség van, aztán valahol egyenlőtlenség van, aztán valahol később megint egyenlőség van. Ugye akkor nem szabad végig csökkenteni, mert ahol egyenlőség volt, ott elromlana az egész dolog. Tehát akkor most hogyan kéne ezt kezelni? Erre is majd javaslatot fogok kérni. Tehát megnézzük a legkisebb helyet, ahol megint fölép az egyenlőség. Fölép egy pillanat, csak fölírom, hogy mindenki képen legyen. Egyébként kérdezni szabad bármikor, tehát nyugodtan ez egy interaktív előadásként is örömmel veszem, sőt azt veszem igazán hasznosnak. Tehát veszük a legkisebb olyat, amikor újra egyenlőség van, vagyis R-1-ig egyenlőség volt, majd egy darabig R-től S-1-ig, azt persze lehet, hogy csak egy darab lépés volt, akkor egyenlőtlenség volt, és utána az esedik lépésben megint egyenlőség van. Tessék! Pontosan. Tehát ugye az AR-et lecsökkentjük egyel, akkor odáig, amíg egyenlőtlenség volt, addig semmi baj nem történt. Az első baj akkor történne, amikor az egyenlőség van, hát akkor az AR-et egyel meg kell növelnünk. És utána minden rendben lesz, mert ugye az összes továbbiakban már az AR helyett egy egyen kisebb van, az AR-et egy egyen nagyobb, tehát az egyenlőtlenség az végig a továbbiakban rendben van, és most megnézzük, hogy nyertünk el, tehát ténylegesen nőtte a reciprok összeg. Tehát ez a javaslat tényleg működik, egyen csökkentettük az AR-et, egyen növeltük az AR-et, és hát akkor itt van a reciprok összeg számolása, végig megyünk rajta részletesen, ugye csak azt a két tagot kell nézni, ahol változtattunk, azt kell belátnunk, hogy az AR és AS reciprok összege az kisebb, mint hogyha a veszősöknek veszük a reciprok összegét. Közös nevezőre hozok mindkét oldalon, akkor a bal oldalon az lesz AR plusz AS per AS szer AS. A jobb oldalon meg beírom a veszősök helyett, amik AR minusz 1 és AS plusz 1. Akkor látom, hogy a számlálók azonosak. Tehát a kettőnél a számlálók azonosak, tehát egyszerűen a nevezőket hasonlítom össze. És a nevezőknél, ugye a kisebbhez azt kell, hogy a nevezők között pont a fordított irányú egyenlőtlenség legyen. Tehát az van oda fölírva, hogy az AS-szer AS-nek nagyobbnak kell lenni, mint AR-1-szer AS plusz 1-nek. Ha ott elvégezzük a szorzást, akkor az AR-AS kiesik, a másik oldalra átviszem, akkor ott lesz egy AS, és ezen az oldalon meg marad egy AR-1, és hát ez igaz, ez az egyenlőtlenség, hiszen az S az egy későbben igaz, hiszen az S az egy későbbi index volt, mint az R. Tehát ezzel is, ezzel az esettel is készen vagyunk, úgyhogy még amit, ugye az egyenlőtlenség az végig stimmel, azzal nincs probléma, a reciprok összeg nő. Azt kell megint meggondolni, hogy nem történt-e olyan hiba, hogy egymásba szaladtak, tehát hogy az AR nem ugrott át az AR-1-re, illetve
az ás nem ugrott fel az ás plusz egyre, de ezek mind egész egyszerűen a feltételekből kiszámolhatók, ezt nem szeretném részletezni. Na most ezzel egy lépést elvégeztünk, most azt kell belátni, hogy ez az egész eljárás, ez tényleg véges sok lépésben véget ér. Na miért ér véget ez véges sok lépésben? Tehát mit is csinálunk? Vettük az első helyet, ahol egyenlőtlenség van, ott sikerült az utolsó tagot egyen csökkentenünk, az azt jelentette, hogy egyen közelebb jutottunk az egyenlőséghez, ugye csökkentettük a különbséget. Tehát az volt, hogy A plusz AR az kisebb, mint 2 az eredéken mínusz 1, ott csökkent az eltérés ilyen értelemben. És így tovább, amikor a következőt csinálok, akkor megint egyen csökkent. Tehát véges sok lépésben azon a helyen, ahol egyenlőtlenség volt, ott el fogjuk érni az egyenlőséget. Persze közben felszaladhatnak a többiek, az nem érdekes, de véges sok lépésben egyenlő. Tehát még egyszer, ugye most akármelyik esetet nézem, csak a felső, hogy visszamehetnek az előző lapra, hogy világos legyen, hogy véges sok lépésben véget érünk. Ugye a rossz helyet nyomogatom. Igen. Tehát itt vannak a feltételek. Ugye akármit is csináltunk, akkor az A-ért egyen csökkentettem, ezzel közelebb került a kettő az eredéken mínusz egyhez. Megcsináltam. Vagy ezt, vagy az egyik, vagy a másikat. Majd megint csinálom újra, az újakkal megint megcsinálom. Akkor megint csökkent ott a különbség. Hát végre sok lépésben el fogunk odaérni, hogy ott egyenlőség van. Tehát az eredik helyen is egyenlőség van. Akkor tovább megyünk, megnézzük, hogy az R plusz egyediken mi volt. Ha nem volt egyenlőség, akkor ezt ugyanúgy eljátszuk. És ez azt jelenti, hogy véges sok lépésben ezzel készen vagyunk, és eljutottunk oda, hogy a kettő hatványok a legnagyobb. Ugye még az is kiderült, hogy a legnagyobb reciprok összeg akkor van, ha az első kádarab kettő hatvány lesz. Tehát ez a Fenkel-Péter bizonyítása tényleg pofon egyszerű, idézőjelben. Ezt az erdős már nem érte meg, tehát ez a Fenkel-Péter 97-98 körül csinálta, úgyhogy, ha jól emlékszem, tehát ezt már nem érte meg. A másik bizonyításban sem vagyok biztos, hogy tudok róla, az ugyan 1987-es erdős 96-ban halt meg, de ő valahogy soha nem beszélt erről, tehát mindig érdeklődött újra és újra ezen probléma iránt. Igaz, hogy elsősorban azon a kérdésen, hogy a sima összegek, tehát hogy a darabszám, az mennyire lehet levinni, milyen közel lehet hozni a logaritmushoz. Na nézzük akkor a második bizonyítást. Egy Bruyne, nem tudom pontosan, hogy kell kiejteni, és Borben közös bizonyítása. Szintén ugyanezt az egyenlőtlenség sorozatot fogjuk felhasználni, tehát ugyanaz, amit a Frankel. Ez is a könyvből való, egész más jellegű lesz, és ugyanúgy középiskolás, semmi más nem fogunk felhasználni, csak amire itt van szükség. És megint örülnék, hogyha a hallgatóság közreműködne. Tehát megint azt tudjuk, hogy minden esetben ez az egyenlőtlenség fönnáll, és csak ezt fogjuk felhasználni. És most egy kicsit átalakítjuk a jobb oldalát. Be akarjuk hozni a kettő hatványokat. Tehát hogyan lehetne itt a jobb oldalra a kettő hatványokat behozni? Kérdezem. Hát valahogy úgy, hogy kicsit hasonlítson a bal oldalra is. Tehát egyszerűen úgy, hogy beírja a 2 az i-ediken mínusz 1-et, mint 1, meg 2, meg 2 az i mínusz 1-ediken. Tehát azt csináljuk, hogy a jobb oldal helyett azt írjuk be, hogy egy, meg 2, meg és így tovább 2 az i mínusz 1-ediken, akkor egyszerűen az egyenlőtlenség ebbe hát egy kicsit szimmetrikusabbnak, vagy más hasonló jellegű alapformával írható. Tehát ez a feltétel. És akkor most már el fogjuk felejteni, hogy itt kettő hatványokról van szó, egész számokról van szó, hanem csak ezt a feltételt tartjuk meg. Az A-k valós számok, amelyek növekednek, a B-k valós számok, amelyek növekednek. Ez az egyenlőtlenség teljesül minden esetben, és akkor mit szeretnénk belátni? Mi is a feladat? Az, hogy az A-k reciprok összege, az kisebb egyenlő, mint a kettő hatványoké, vagyis kisebb egyenlő, mint a B-k reciprok összege, és belátjuk, hogy egyenlőség akkor is csak akkor, ha az A-k azok éppen a kettő hatványok. Tehát ez egy kicsit más irányba viszi el általánosan.
Még egyszer, le van írva részletesen, tetszőleges valós számokat veszünk, amelyek követő sorrendben rendezünk, egy kicsit kevesebb is elég, de tulajdonképpen ez itt a lényeg. A B-et is növekvő sorrendben rendezzük, és akkor következik, hogy a reciprok összegek esetén a fordított egyenlőtlenség teljesül. És egyenlőség akkor csak a AID. Ugye erről az eredeti problémán következik, és ebből is ugyanúgy, mint a Frenkel bizonyításból kiderül az, hogy a kettő hatványok adják a legjobbat. Na most a bizonyítás nem lesz nehéz, és nagyon természetes lesz. Tehát először is a feltételt átírjuk. Ugye az egy gyakori egyszerű fogás, hogy egy egyenlőtlenséget, ha nem látunk, mit kezdünk vele, átrendezünk nullára, vagy egyenlőséget. Ez rengetegszer segít, mert ötletet ad, és tényleg sok mindenkiért. Tehát a feltételt átírom, átrendezem nullára. Hát arról van szó, hogy az A1-B1, A2-B2, AK-BK, az nagyobb egyenlő nulla minden esetben, vagy AI-B, erre bevezetem a CI-t, tehát föl lesz írva ez a feltétel újra, tehát bevezetjük a CI-t, akkor a feltétel pontosan azt jelenti, hogy ezek a CI-k, ezek nem negatív számok. Ugye az pontosan az átrendezett a. És amit be kell látnunk akkor, hogy a reciprok összegeknél a fordított egyenlőtlenség van, az megint csak nullára rendezem át, tehát amit bizonyítani kell, az pedig az, hogy ez a reciprok összeg ilyen értelme nagyobb egyenlő. Rendben van? Na, hát akkor mit kezdjük? Akár rögtön fogadok javaslatokat. Tessék! Úgy van, páronként közös nevezőre hozunk. Nem az összeset, mert az borzasztó bonyolult lenne, de ha páronként közös nevezőre hozunk, akkor ugye meg fognak jelenni az AI-BI-k a számlálókban. Tehát akkor megyünk közös nevezőre. És hát a következő lépés az, hogy most valahogy ki kéne tudni használni, hogy a C, ugye erről szeretnék az elsőről belátni, hogy nem negatív. Tehát ki kéne tudnunk használni azt, hogy a C-ig azok nagyobb egyenlők, mint nulla, vagyis valahogy be kéne hozni a C-iket. Nem lesz olyan nagyon nehéz. Hát ugye az A-B1 az effektíve micsoda? Az a C1. És az A2-B2 az a C2, de abban benne van az A-B1, tehát az éppen a C2-C1. És így tovább, az AK-BK az éppen a CK-CK-1, ugye, mert CK-1 volt a különbségek összege K-1-ig, és ez pedig a K. Tehát egyszerűen behozzuk a C-ket, beírjuk a... Megint nincsen kép, igen. Ha jól látom.
Tehát idáig jutottunk, hogy akkor beírtuk a céget, és akkor most átrendezzük a cég szerint. Ugye a C1 az szerepel az elsőben, meg a másodikban is. Tehát az úgy fog kérdezni, hogy C1-szer 1 per A1 B1, mínusz 1 per A2 B2. Ugyanígy, bocsánat, C2 az C2-ször 1 per A2 B2, mínusz 1 per A3 B3. A CK az csak az utolsóban szerepel, tehát az CK per AK BK lesz. Tehát ez van a következő, de ezt fogjuk látni. Ezt egyébként úgy hívják, hogy Abel-féle átrendezés, és ugye most a Kömarban éppen egy cikk sorozat is volt, ami ezzel és sok minden egyébben foglalkozik. Ez egy nagyon egyszerű trükk, de nagyon-nagyon hatékony sok esetben. És hát azt állítom, hogy ezzel készen vagyunk. Tehát azonosan átalakítottuk a reciprokoknak ezt a váltakozó előjelű összegét. Na hát ez miért lesz nagyobb egyenlő nulla? Hát amik a zárójelben vannak, azok mind pozitív számok. Ugye az A1-B1 az kisebb, mint az A2-B2, mert növekvő sorrendben voltak. Tehát azt jelenti, hogy a reciprokuknál pont a fordított nagy zsákrendi viszonyban. Tehát minden zárójel pozitív, plusz az 1 per AKBK is pozitív. Ezek nem negatív számokkal vannak megszorozva, tehát biztos, hogy nagyobb egyenlő nulla, és az is látszik, hogy csak mikor lehet nulla. Mikor lehet csak nulla? Ha mindegyik CI az nulla. Na most, ha mindegyik C nulla, az pedig pont azt jelenti, hogy az A-ik egyenlők a B-re. Ugye, az A-ig egyenlő a B-re, akkor utána a C-2 nulla az is. Tehát ebből megint megkapjuk ugyanazt, hogy pontosan abban az esetben lesz ez a dolog rendben. Így van, azt is beírtam, hogy akkor is csak akkor, hogy az A-ig egyenlő B-re. Ugye látszik, hogy egy kicsit kevesebbet használtunk föl, nem kell, hogy az A-k meg a B-k növekedők legyenek. Csak az kell, hogy az A1-B1, A2-B2, ezek a szorzatok lehetjenek növekedők. Másra nem volt szükségünk is, bocsánat, pozitív legyen az AK szorzatja, növekedő. Pozitív és növekedő legyenek akkor. De hát normális esetben, ha nagyságrendileg vannak rendezve, akkor ez van. Úgyhogy ez is egy nagyon szép és nagyon abszolút középiskolás bizonyítás. Ha esetleg valaki nem tudta itt most követni, akkor nyugodtan végig gondolhatja. Egyébként ezt majd elküldöm az iskolába, tehát föl lehet tenni, vagy bárhol hozzáférhető. A számelmélet könyve is benne van a bizonyítás, úgyhogy többre hozzáférhető. És hát akkor röviden jelezném ezt az eredeti bizonyítást a rájelveket. Természetesen azért van az érdekes, ha azzal kezdtük, ugye? Mert az ember akkor értékel igazán egy elemi bizonyítást, hogyha előtte látott egy bonyolultat. Mert így most ezt véghallgatva, hát mindannyian azt gondoljátok, hogy hát persze, hát erre egy kicsit gondolkozom, én is rájöttem volna, mert tényleg nem kell benne. Az a szép ezekben a dolgokban, utólag az ember úgy érzi, hogy hát persze, természetes, egyszerű lépéseket végeztünk, és tényleg nagyon szépen kijött a dolog. Na nézzük akkor a rájöveket, röviden, nem lesz minden részletet, és az sem olyan elborzasztó, de azért látni fogjuk, hogy egy kicsit bonyolultabb, de a másik az, hogy az ember nem is igazán érzi, hogy mitől mozog az egész. Úgyhogy aki matematikából nem annyira haladó, lesznek itt olyan dolgok, amiket valószínűleg a többség nem tud, akkor azért szintén nem kell részletesen követni, de szintén képet fog tudni kapni arra, hogy hogyan is működik. Hát az első gondolat az addig nagyon szép, ezt úgy hívják, hogy ilyen generátor függvény el. Tehát most végezzük el a szorzást ebben a polinomban. 1 plusz x egyszer, x ad a egyszer, a egy ak azok a számok, amelyekből képzett összeget mind különböző. Akkor ha elvégezzük a szorzást, akkor ugye lesz egy egyes, aztán lesz olyan, hogy x fölemelve valahány a-nak az összegét. Tehát lesz az x az A1, aztán lesz az x az A1 plusz A2, és így tovább. Na most ez mit jelent a feltételünk szerint? Azt jelenti, hogy a beszorzás után olyan polinomot kapunk, ahol minden együttható egy. Mert hiszen egyetlen tag sem szerepelhet többször. Vagyis
Ha én most kipótolom még az összes X-hatványa, ami közte van, az egy nagyobb értéket fog adni, legalábbis akkor, ha az X az pozitív, és ennél kisebb. Tehát ez az alapgondolat, hogy az a polimorf, ugye az ennek az 1 plusz X nézet, azért kényelmes a végtelenig elmenni, hogy ez mint végtelen végtelenisort egyszerűen tudjuk összegezni. Tehát annál lesz kisebb, az X az 0 és 1 között van, ugye az X pozitív világos, hogy kell, és az, hogy kisebb egy azért, hogy egyáltalán legyen értelme annak a végtelen végtelenisornak. Na most jön, akkor hát nagyon egyszerű dolgot fogunk végezni, biztos, hogy mindenkinek rögtön ez jutna eszébe. Tesszük először is a logaritmusát, leosztjuk x-el, és integrálunk nullától egyig. Ugye mit legyen erre gondoltam? Hát a logaritmálunk, akkor a bal oldalon ugye tagonként logaritmálunk, leosztunk x-el, és utána integrálunk nullától egyig. És hát akkor ez az egyenlőtlenség fönnáll, és akkor most ki kéne számítani ezeket az integrálokat. Hát először a bal oldalon levő integrált kéne egy kicsit barátságosabb alakra hozni. Tehát azok a integrálokat. Az ember még nem látja, hogy jön be itt az átrecipróp összegre, de el fog jönni, majd mindjárt látjuk. Akik tudják azt, hogy hogyan kell helyettesítéses integrál, akik nem tudják, azok figyelik a művész kutatmányt, jó? Akik tudják, hogy kell helyettesítéses integrált, esetleg az a bal oldalon milyen helyettesítést lenne érdemes alkalmazni, hogy egy kicsit... Van-e, aki tud helyettesítéses integrált? Senki nem tud. Tudna? Akkor milyen helyettesítést tegyünk, hogy kicsit egyszerű pofája legyen a dolognak? Hát szerintem az x-ad a-i helyett vezessük be azt, hogy y. Hát az szóval innentől technikailag a dolog, hogy úgy mondjam, automatikusan fog menni, tehát nem lesz további nehézség, csak hát az, hogy pont ezt érdemes csinálni, és hogy miért, hát az a rejtély, illetve az a művész mutatvány, a varázslat, de nem az Erdős által kedvelt varázslat, mert ő azt szerette, hogyha látszik a dolgoknak a lényege, itt az kevéssé látszik. Tehát, ha az x-at a-i helyett bevezetem azt, hogy y, ugye akkor a dx-et át kell számolnom, tehát akkor az első deriválom, akkor a dy, az a hatvány deriváltja, az a-i-szer, x-at a-i minusz 1 és dx. Ebből kifejezem akkor a dx-et, az oda van írva, akkor be fog jönni oda a dy per a-i-szer x-at a-i minusz 1, és ezt berakom a nevezőbe, az nagyon jó lesz, mert ott lesz egy x-ad a-i, azzal az x-tel együtt, ami volt, ami éppen az y, nagyon jó, és a nevezőben van az a-i. Megjelent az a-i-nek a reciproka. Tehát akkor a mutatvány folytatódik. Beírtam a nevezőbe, amit kapok, behelyettesítettem, hogy az x-ad a-i az az y, és kiemelődött az 1 per a-i. Tehát ezzel a bal oldalon ugyanaz az integrál van különböző együtthatókkal, ha összeadom, akkor éppen ott van az a-nek a reciprok összege. Úgyhogy a mutatvány működni fog, tehát azt kell belátni, csak átírtam az előző oldalról, ami van, hogy az a-nek reciprok összege szorozva azzal az integrállal, ami a helyettesítés után adódott, az kisebb, mint a másik oldali integrál. Hát ezek numerikus integrálok, ezek konkrét integrálok, hogy nullától egyig, 1 plusz y per y, meg a másik, tehát ezeket illetve ezek számok, tehát annak kell kijönnie, hogy ebből az fog kijönni, hogy az arányunk az legfeljebb 2 ilyen értelemben. Tehát ezt meg lehet csinálni. Na most, hát ilyenkor általában sorba szokták fejteni a dolgokat, és mi megfelelő feltételek mellett szabad akkor tagonként integrálni, és hát ez következik akkor itten. Tehát adványsorban fejtjük, mondjuk a jobb oldalra kezdjük, az egy kicsit egyszerűbb. Logaritmus 1 minusz x, az úgy néz ki, x plusz x nézettel 2 plusz stb. A minusz logaritmus 1 minusz x-nek ez a adványsorra, leosztottam x-el, akkor kaptam ezeket. Most akkor tagonként integrálok, meggondolom, hogy ez szabad, vagy ha nem szabad, akkor mindenféle határátmenetet alkalmazok. Szóval végül is kiderül, hogy ez a dolog ez működni fog. Hát integrálok tagonként, aki tud integrálni, ugye akkor veszem a primitív függvényt,
azaz X plusz X négyzetben, 4 plusz X a Y-edik ember Y négyzet, ebbe kell a Newton Leibniz fordulat szerint helyettesíteni, nullától egyig. Hát a nullát helyettesítek, az persze nulla. Ha egyet helyettesítek, akkor valami szép jön ki, mert az éppen akkor a négyzet számunknak a reciprok összeg. Tehát azt látom, hogy a jobb oldali jobb integrál az éppen Y négyzetben A. Akkor jön a bal oldali, ezt nem részleteztem, hát annak a hatvánsor az lényegében ugyanaz, csak akkor most ugye a x helyett mínusz x van. Tehát azt szerint akkor váltakozó előjellel jön az a sor, ami ott van, váltakozó előjellel jönnek ezek a tagok, és ha azt integrálom, akkor váltakozó előjellel jön be a végzett számoknak a reciproka. Ugye, tehát kell venni akkor az 1 per 1 négyzet mínusz, tehát kell venni a páratlanoknak a reciprokainak a négyzet összegét, és abból levonjuk a párosabb reciprokainak a négyzet összegét. És akkor még egy apró trükk, hogy ezt hogyan lehet kiszámolni, hogy a páratlanok négyzetének reciprok összege mínusz a párosaké, az azt jelenti, hogy veszünk az összesnek a reciprok összegét, és kimondjuk kétszer a párosaknak a reciprok összegét. Tehát a következő lépés az akkor az, hogy az összesnek veszük a reciprok összegét, és kétszer vonjuk ki a párosaknak. De hát ha kétszer a párosaknak vonjuk, akkor ugye ott a nevezőben kiemelhető egy 4-es. 2 per 4 az 1 2. Tehát ez az összesnek a reciprok összege, mínusz félszer az összesnek a reciprok összege, vagyis az tényleg a fele a pi nézetben vannak, és a mutatvány sikerült, ugye az jött ki, hogy leosztunk utána a pi nézetet 12-vel, azért, hogy még azt sem kell tudni, hogy a nézetszámok reciprok összege pi nézetben 6, csak azt kell tudni, hogy ez egy konvergens sor, és akkor ebből megkaptuk, hogy a reciprok összegeket. Úgyhogy, hát a maga módján ez is egy szép bizonyítás, de nem az igazi, és hát ez is mutatja, hogy nagyon nehéz és régi klasszikus területeken is egy friss látásmód, egy új szem, esetleg aki már nagyon benne van, az mindig elmegy egy irányba, de friss szemmel ránéz, akkor nyugodtan lehet, hogy jön egy olyan ötlet, amivel teljesen ellenilyen régnek látszó, régen megoldott, nagyon nehéznek látszó probléma esetén is elemi módon sikerül előrelépni. Persze ez nem tipikus, ritkán van ilyen szerencse, meg ilyen szép dolog, de hát a matematikában nagyon szép az, hogy ténylegesen gyakran lehet elemi eszközökkel is nagyon szép dolgokat csinálni. Hát ennyit szerettem volna elmondani az előadásból. Nem tudom, hogy mennyi idő meg hogyan van, hát egyrészt kérdésekre szívesen válaszolok. A másik lehetőség, amit tudok ajánlani, hogy akkor megnézzük az erdős előadásnak a maradék részét, az azt jelenti, hogy körülbelül egy olyan 25 perc, tehát az is egy lehetőség, vagy bármilyen, vagy meghelyezzük. Jó, kezdjük akkor, hogy van esetleg kérdés, hozzászólás, bizonyítás, $500 igény. Tehát természetesen rengeteg rokon probléma van, nagyon szép például, hogyha a szorzatoknak nézzük a különbözőségét, és ebben nemrégen születtek újabb eredmények, a Kuhár tanárnő is részt vett ebben. Tehát például az összes szorzatok különbözősége az persze egyszerűnek látszik, mert tessék mondani olyan számokat, amelyeknél az összes részszorzatok különbözők nagyon egyszerűen adódik. Tehát veszek pozitív egészeket, és képezek olyanokat, hogy bármelyik részhalmaz szorzata különböző. Hát a prim száma. Tehát az az alap, bocsánat. Tehát ott az a kérdés, hogy a prim számokhoz képest mennyit lehet hozzátenni, és érdekes módon ennek a felső becslése, tehát hogy nagyon sokkal többet nem lehet, az gráfelméleti módszerek, ezt Erdős maga csinálta, gráfelméleti tételeket igényes, akkor ennek rengeteg általános kérdése van, hogy páronkénti szorzatok különbözők, és ezek majdnem mindig arra vezetnek, hogy bizonyos típusú gráfokban, ha elég nagyok, akkor kell ilyen-olyan tulajdonságban alakzatnak lennie. Tehát ezek is nagyon, tehát a kérdés messze is lezárva, és nem csak ez az $1-500 probléma van, hanem tényleg ma is élő és fejlődő
a Kulátán fiú, a Pak Péter Pál, aki ugye ide járt annak szintén, hát neki volt most a doktori disszertációjának a védése, ő ilyen problémákból írta ezt, úgyhogy a jövő generációjának is ilyen típusú kérdések, és persze az egész matematika is itt van. Ha nincs kérdés, akkor még igen? Hát Erdőssel én úgy találkoztam, hát először, tehát amikor voltak a, akkoriban, amikor én kezdtem a pályámat, akkor Erdős egy ideig nem nagyon jött Magyarországra, egyszerűen azért, mert amikor az ő, nem is tudom, magyarik születésnapjára tiszteltére rendeztek itt egy konferenciát, akkor Izraelen nagyon rossz volt a viszony, és két matematikus, akit ő meg akart hívni Izraelből, azt egyszerűen nem engedték, hogy ide utazzon már, mint a magyar hatóságok, és ezért ő hát teljes joggal megsértődött, és akkor néhány évig nem jött Magyarországra. De ő olvasta az én egyik cikkemet, és mint kiderült, írt nekem egy levelet. Na most én sajnos ezt a levelet akkor nem kaptam meg, mert a tanszékünkön volt egy adminisztrátor, aki egyszerűen lopott. A lopás azt jelentette, hogy a rábízott leveleket, amit föl kell adnia, nem adta föl, hanem eltette a bélyegvész. Tehát nem volt egy nagy összeg az egész, meg minden, de hát elég óvatos volt ahhoz, ugye, hogy hát ha nem adja fel a leveleket, akkor az a jó, hogyha eltünteti a beérkező leveleket is, mert különben nyilván előbb-utóbb kiderülne a dolog. Úgyhogy ezt a levelet én soha nem kaptam meg, de hát aztán persze előbb-utóbb kiderült, hogy ez van. És akkor jött később Magyarországra, és akkor megkeresett engem, és ugyanúgy a Matematikai Kutatóintézetben 20 másik emberrel együtt, miközben velük más problémákról beszélt az igazgatói szobában, akkor nekem is mondta, hogy ezzel kapcsolatban akkor még ilyen és olyan kérdéseket érdemes megnézni, akkor azt megnéztem, visszamentem, azt mondta, akkor még ez lehet, tehát fanta, abba volt az egy, a probléma felvetésben volt talán a legnagyobb, hát Nem lehet tudni, hogy mindenben volt a legnagyobb, de tényleg, hogy mindenkinek személyre szóló problémát tudott adni, az ő érdeklődése, képességeknek megfelelő, tehát nem arról volt szó, hogy valamilyen területen most akkor föl elmondta a létező legnehezebb problémákat, mert hát azzal esetleg az illető nem tud kezdeni, vagy nem mondott egy igazi nagyágyúnak túlkönnyű problémákat, tehát tényleg fantasztikus volt, és hát akkor rendszeresen, akkor már sokat volt utána megint Magyarországon, akkor jött egyébként haza, amikor a közeli barátja Turán Pál halálos beteg volt, tehát egyszerűen annak a arra 1976-ban, tehát hogy még beszéljen velük egészen, tehát egyetemista korukról, nagyobb Turán Pál egyébként ő is a 20. századi kiemelkedő matematikus és kiemelkedő tanáregyénisége volt, tehát ő volt az egyetemen, a tanszéken akkoriban még, amikor én kezdtem a tanszékvezető, tehát arra jött haza, és akkor rendszeresen beszéltünk, tehát nagyon sokszor volt nálunk a lakásom is. A feleségemnek van egy receptje, az úgynevezett csoki krém, tehát ami azt jelenti, hogy ilyen csokoládé, kakaomasszát, tejszínhabot, mindent ilyen habszifonba be kell tenni, és akkor egy kis kávét, egy kis alkoholt, már abszolút minimálisabb, és akkor azt, abból ilyen nagyon finom krém van, és az Erdős megérkezett hozzánk, akkor rögtön azzal kezdve, hogy csoki krém van, úgyhogy az Edith nem tudott más csinálni soha, tehát csoki krémnek lennie kell. Egyébként ő abszolút mértéktartó volt mindenben, tehát ő élvezte az életet sok szempontból, tehát ivott egy kis bort, szerette az a jó ételeket, zenét nagyon szeretett hallgatni, de mindenben abszolút mértéktartó volt, és hát fantasztikusan megőrizte a szellem és fizikai frissességét is. Tehát ezzel a felvétlen is látszik, hogy egy törékeny, vékony ember, de hát hihetetlen energiákkal. Tehát mondjuk ebéd után mi a félemeltnél laktunk akkor, és ebéd után azt mondta, hogy hát most kéne járni egy kicsit, úgyhogy akkor az 5. emeletre, ugye, mint tudom én, 70 éves korában, vagy ilyen. Első az 5., párszor lépcsőn föl, lefölmentünk, ez neki semmilyen problémát nem okozott, tehát ténylegesen fizikailag, civilen, minden szempontból nagyon jó kondícióban volt, és nagyon szerette ezt, tehát már zenét kellett fölteni, és akkor mondta, hogy és akkor mi van ezzel a problémával. Ugye a tipikus levelek is úgy kezdődtek, bárkinek írt egy levelet, hogy hogy van a család, meg találkoztam ezzel, ez
ez volt két sor, és akkor legyen ennek természetes szám, és akkor jön három oldalon keresztül az összes tipikus jellegzetes kézírásával az összes ilyen probléma. Szóval én fantasztikus, tehát úgy érzem tényleg, hogy emberileg is egy egészen különleges ember volt, aki mindenkinek segített, minden érdekelte, mindennel törődött, és tényleg ilyen szempontból teljes életet. Persze ezt csak így lehetett csinálni, tehát neki nem volt, illetve volt egy lakása, amit hát egyszerűen odaadott valakinek, hogy annak legyen lakása. Tehát amikor Magyarországon volt, akkor az akadémia vendégházában lakott, azért fizetett, tehát fizetnie kellett. Tehát azt mondják, hogy fiatal korában egyszerűen csak egy fogkefével utazott. Hát amikor én is mentem, akkor ez már két bőröndöt jelentett, de nem voltak nagy bőröndök, tehát haza utazott mindenfelé. És hát persze mindenhol várták, mindenhol szerették. És hát mindenki örült neki. Most egyébként halála után is egy csomó publikáció született. Tehát olyan társszerzők, akik elkezdve dologgal történtek, és azok, sőt, hát a Graham, akiről beszéltem, hogy aki a csekjeit, meg az egyéb anyagi ügyeit kezelte, az még most is, most lesz egy nagy erdős konferencia nyár elején, június elején, születésnek 100. évfordulójára, az erdősbe, a Graham beküldött egy ilyen áttekintő cikket, és abban azt írja, hogy még most is dolgozom ezen és ezen a problémán, amivel az erdőssel, tehát szeretném már megírni ezt a cikket. Ugye ez igazából az illetőnek, hát a Grahamnek nem kell, mert ő egy abszolút nagy ember, de aki azt mondja, hogy az erdőssel még egy cikk, az az illetőnek egy megtiszteltetés, egy dicsőség, hogy ő még ilyenkor is tud. De hát mindesetre ez is mutatja a hatását, hogy 96-ban halt meg, tehát 17 éve lassan, úgyhogy egyébként egy konferencián Varsóban, úgyhogy az történt, sajnos a szállodában, és éppen egyedül volt, de valószínűleg nem egy szív probléma volt, valószínűleg semmiképpen nem lehetett segíteni, de hát nagyon szörnyű egyébként, hogy akkor éppen ott egyedül volt a szobájában, és mire odaértek, már csak a halált, vagy rövid, tehát még aznap meghalt. Úgyhogy, de ez nagyon váratlan volt, mert tényleg jó fizikai, voltak kisebb problémák, hát 83 éves korban ezek előfordulnak, de úgy nézett ki, hogy 100 évig fog mindannyian körülére élni, sajnos nem így történt. Mi legyen, Sanyi? Legyen, akartok még a DVD további részét? Jó, akkor be lehetünk kapcsolni, hogy folytassuk? Jó, de nem akarjuk az időt annyira igénybe venni. Két dolgot azért mondanék, hogy amióta ezzel történtek haladások, ugye azóta a fejmasejtést megoldották, tehát azt mindannyian tudjátok. Az is egy regényes történet egyébként, ugye egy Weiss nevű matematikus, akiről úgy tűnt, hogy már nem is nagyon alkot, mert 20-valány éves korából 40 éves koráig semmit, azt hitték, hogy kiégett, és váratlanul előrukkolt egy bizonyítással. Ennek is érdekes története van, hogy egy ilyen nagy előadóban nem mondta meg pontosan, hogy mi van, egy nagy előadó lett kibérelve, és annyira volt a kereslet, hogy egyszer 5 dolláros jegyeket árultak erre. Ugye ez matematikai esemény, ez meglehetősen ritka, de még ritkább, amit hát nektek nem, de esetleg az én korosztályom azt tudja, hogy megjelentek a jegyüzérek. Tehát mondjuk itt a 60-as, 70-es években a moziban nem lehetett elegendő jegyet kapni, akkor ott volt jegyüzérek felvásárolták és tízszeres áron adták. Szóval ezek a tudomány irány rendkívül fogékony jegyüzérek 50 dollárért árulták az 5 dolláros jegyeket, és az emberek megvették. Ugye meg volt az előadás. Hát, ahol persze nem dölt el, hogy jó-e a bizonyítás, kiadták azt annak a 10 gurunak mondjuk, aki a világon értette a dolgot, és néhány hónap múlva közölték is, hogy bizony egy lényeges ponton van egy hiba. Ugye nem ez volt az első bizonyítás a fermasejtésre, hanem már, hát hiszen bárki megérti, hogy két több szám összege, az persze már rég meg volt, vagy két ennedik hatvány összege, nem lett ennedik hatvány. És hát a guruk megtalálták. Most a Weiss szegény teljesen kikészült, ugye, mert most már mindenki ismerte a bizonyítás többi részét, de hát teljesen kellett futnia, hogy ő arassa le a dicsőséget, ha már addig titokban dolgozott évtizedekig. Úgyhogy egy Richard Taylor nevű fiatal kollégát magához vett, valami segédtételt együtt kifabrikáltak, és azzal ő tulajdonképpen egyszerűsítette azt a problematikus részt, és meg tudta csinálni, úgyhogy övé lett ilyen értelemben a dicsőség. Ez a Weiss, a szekereség egyébként, hát ők is azóta meghaltak, akiről beszélt,
Valami egy nagyon szép halál volt, mert hát 90 fölött jóval és fél óra különbséggel is együtt voltak egy szobában. Tehát ez történt. Ami a 1000 dolláros problémát, ugye két ilyen probléma volt az egyik, amiről részletesen beszéltem. Az 1000 dolláros probléma, hogy van-e olyan kongruencia fedőrendszer, ahol a legkisebb modulus akármilyen nagy, hát ebben nincs haladás. Említett, hogy 23 a rekord a legkisebb modulusra. Na azóta a rekord az 40. Az egy nagyon érdekes cikk, hogy a legkisebb modulus 40, mert az egy 20-valahány oldalas cikk, és az első 10 oldal egyszerűen egy olyan jelölésrendszerrel foglalkozik, hogy meg lehessen érteni a konstrukciót. Tehát vagy úgy csinálja, hogy vesz minden modulus méreket 100-ig és azok hatványait, majd a kicsiket kiváltja nagyokat, és ha jól emlékszem, akkor olyan 10 az 50-en barak számú modulus kell. Tehát egy akkora fedő kongruencia rendszer van, amely hát nem leírhatatlanul sok. Na ezeket, mint kiegészítést szerettem volna elmondani, és akkor köszönöm szépen!